Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban arról szeretnék megosztani pár gondolatot, hogy miért kezdtem el egyre jobban elengedni a csak MÁV-jellegű gondolkodásmódot a vasútmodellezésben. Mint szerintem a hazai modellezők többsége, elsősorban én is a MÁV járművek köré kezdtem el felépíteni a gyűjteményemet, ehhez hozzá csatlakoztak természetesen a Gyesev vonatai is. Attól a ponttól, hogy a 2000-es évek elejétől egyre több hazai modell jelent meg, nem is volt kérdéses, hogy elsőséget élvezzenek a hazai járművek, hiszen végre be tudtam szerezni a nap mint nap látott kocsikat, mozdonyokat. Viszont már kisgyermekkorom óta nekem a nemzetközi vonatok voltak a nagy kedvenceim. Venézia, Szaxónia, Misztrál, Kvarner, Gondoli, Sirova, Lehár, Liszt, csak hogy pár példát említsek. Ami bennük közös, hogy jellemzően külföldi kocsikból álltak. Olasz, osztrák, horvát, német, szlovák, cseh, és még sorolhatnám tovább. Nem tudom, talán az fogott meg bennük, hogy sokkal változatosabbak voltak, mint a korszak egyenké kocsiaiból álló személy és gyors vonatai. Az utóbbi években egyre inkább azt láttam, hogy minőségi mávkocsikból is kezd kialakulni egy stabil kínálat, Gondolok itt például a csikra, amik lassan több mint tíz éve folyamatosan kaphatóak. És át lehet picit pozícionálni a gyűjteményemet az általam mindig is kedvelt nemzetközi vonatok felé. A világ itt kezd el kinyírni szerintem. Ha túllépünk a mávon, ha túllépünk azon, hogy csak hazai, csak lokális személyvonatokat, meg gyorsvonatokat gyűjtsünk, és ilyenekből rakjuk össze a gyűjteményünket, teljesen más perspektívában kezdjük el látni a dolgokat kevesebb a kompromisszum, szebb, kidolgozottabb járművek állnak rendelkezésre, és akár több gyártó termékek közül is tudunk választani, akár egy kocsi típuson belül is. Igényeknek megfelelő kidolgozottsági és árszinten. A különböző nemzetközi vonatok régóta szerves részét képezik a hazai vasúti forgalomnak, legyen akár szó a harmadik, akár hatodik korszakról több tucatnyi szerelvény, rengeteg különböző bejárós kocsi és mozdony változatos összeállításokban. Valaki egyszer azt mondta, hogy ha magyar vasodat modellezünk, akkor az csak a MÁV. Hát az illetőt azért elküldtem volna már akkor egy fővonal mellé, egy kis nézelődésre, hogy azért nézzünk körül, hogy nem feltétlenül csak MÁV járművek járkálnak. Természetesen, ha egy hazai mellékvonal a téma, akkor igen, ott megállja a helyét a fenti állítás. Viszont a csörgő nohab, Sergei hármas Bézémottal karöltve néhányfajta belföldi személykocsival bizony hamar unalmas lesz, szerintem. Egyszer pár hónapja ránéztem az asztalra, ami éppen akkor tiszta más szerelvények álltak, és bizony egy picit egyhangúnak éreztem a témát. Hát képzeljük el, hogy amikor mondják, hogy a kiállításokon is ugye változatos szerelvényeket kell produkálni, hogy a fiatalságot megfogja. Abszolút egyetértek vele, mert bizony a sok kék vonat egy idő után picit unalmas. Nyilvánvalóan a téma kérdése is, de szerintem az igazán érdekes dolgok azok a mávon túl kezdődnek el. Attól, hogy hazai vasútvonal a telepasztunk témája, még sok minden nem szigorúan mávjármű is autentikusan megfér rajta. Ti mit gondoltok erről? Mennyire vagytok szigorúak ebben a témakörben? Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, Szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!